Borzavári Róza és barátai alapozták meg a jó hangulatot a dunaföldvári rokus pincéknél. Többen együtt énekeltek, és volt, akik táncra is perdültek a kellemes népzene hallatán. A kertbarátok sátránál libazsíros kenyértepertővel, lilahagymával, valamint sütemény és forralt bor várt mindenkit. Eközben már 9 fiatal gyermek és libuskája izgatottan vártam a libafuttató versenyt, melynek már közel egy évtizedes hagyománya van. Közel 10 éve rendezzük meg ezt a mártonnapi mulatságnak is. Az első pár évben a vár volt a helyszín, és amióta megtaláltuk itt a rókus pincék közét, azóta találtuk ki tulajdonképpen a libafutó versenyt is, ami elsősorban a gyerekek legnagyobb öröme, hiszen ők hajtják a libákat, bár azt el kell mondjam, hogy az első évben felnőttek jöttek, és csak utána váltottak a gyerekek, és ugye minden évben új generáció jön, mert egyszerűen kiöregednek, tehát tulajdonképpen már 15-6-7 évesek azok a gyerekek, akik legelőször hajtották a libákat, és el kell mondjam, hogy egyre komolyabban veszik, tehát idén volt az első év, amikor versenyszabályzatot is kellett létrehozni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mert nem csak a gyerekek, hanem a szülők is nagyon komolyan veszik ezt a versenyt. Úgyhogy most már hárman figyeltük az egész versenyt, volt indítóbíró, célbíró, és volt egy ember, aki a szabályokat figyelte, ami egy szabály volt tulajdonképpen, hogy kézzel nem lehet hozzáérni a libákhoz. Idén 9 nevező volt, 9 liba és 9 gyerek, és 3 előfutam volt, és a 3 előfutam győztese között volt a döntő, és azt azért el kell mondani, hogy itt mégiscsak állatokról van szó, tehát nem akartuk mi itt középfutamokkal is terhelni az állatokat, bőven elég, hogyha ezt a 30 méteres pályát teljesítik. Az izgalmas előfutamok után végül Frankó Kristóf, Szőke Lilla és Sűrű Janó állhatott oda libuskájával a döntőfutamhoz. Már nagyon régen próbálkozok, hogy helyezett legyek legalább, és már amikor bejutottam a döntőben, már nagyon örültem, és szerintem ez, hát nem tudom, hányadik alkalom már, de sokadik. De és hogyan készültetek a libuskáddal erre a versenyre? Beszereztünk először ugye egy jó libát, egy jó erőset, jó gyorsat. Azt mondta a gazdája, hogy nem lesz annyira engedelmes, viszont szerintem jó liba. Összeszokott páros voltatok, ha jól láttam. Hát igen, még igazából nem annyira, mivel hogy nemrég szereztük be, szóval nem tudom, ez egy ilyen jó liba. Jövőre indultok-e? Nyilván meg kell védeni a címeteket. Persze, hogy indulok. Minden évben szoktam. Jó, de hát ezzel a libuskával gondoltam, ha már aranyérmes a liba. Mi lesz a liba sors? Mi lesz a liba sorsa? Azt még nem tudom így teljesen. Nem. De ugye nem az asztalon végez. Hát... Nem kizárt. Hát szerintem visszavisszük, szerintem a gazdájának lehet. Szóval ő egy kölcsönlibus? Hát azt mondta, hogy meg is vehetjük, de szerintem inkább kölcsönbe. A győzelemig repítette Janót kölcsönlibája. A nagy izgalmak előtt és után is nyitott pincék, borkóstolás várt mindenkit Dunaföldváron. Egy merlót kóstolok, itt a környező pincében kaptam. Nagyon kellemes, ugye kiváló újbor, de hát mint minden pincében mindenhol más-más van, és tényleg szenzációs jó borok lesznek az idén. Mennyire vagy egyébként borkedvelő? Hát én mondjuk borlovag vagyok, úgyhogy rólam nem lehet elmondani, hogy nem szeretem a bort, én nagyon szeretem a bort, és borkedvelő, tisztelője, szeretője és hódolója vagyok. Minden gazdának megvannak a saját borai, csak mindenkinek kevés. Tehát pont annyi, hogy a háztartásban lévő borok gyakorlatilag el is fogynak évről évre, úgyhogy ilyen idős borokkal nem is találkozunk Dunaföldváron, de természetesen csodálatos, minden borunk van, hála Isten. Aki mártonkor új bort nem iszik és libát nem eszik, az jövőre egész évben éhezik, tartja a mondás. A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák oljába. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtek helyét. Innen a Szent Márton ludja elnevezés. Általában erre a napra ford ki az új bor. A kicsit még csípős nedűt Szent Márton boraként is emlegetik. Ezen a napon
Dunaföldváron senki nem maradt étlen, szomjan a rókuspincéknél.